Április 21-e, bedolgozó szombat. A mai napra a gyerekeknek egy ilyen szakmai napot szerveztünk. Tehát iskolánkban jelenleg egy tanítás nélküli munkanap keretében egy pályaorientációs nap folyik, melynél úgy szerveztük a mai napot, hogy különbontottuk az alsó tagozatot, illetve a felső tagozatot elfoglaltságra. A pályaorientációs napnak a célja tulajdonképpen az lenne, hogy elősegítse a tanulóknak a pályaválasztását. Hát ez alsóban még annyira nem jellemző, tehát velük különböző kézműves foglalkozásokat ismertetünk meg. Az első előadáson volt tanítványaink, akik középiskolában tanulnak, bemutatták a saját középiskolájukat. Hát igazából én nagyon-nagyon szeretem ide járni, és most a középiskola, ezen belül is a Jezsuita gimnázium egy hatalmas nagy váltás a számomra, de nagyon nagy öröm, hogy visszatérhettem, és igazából nagyon szeretem itt lenni. Úgy gondoltuk, hogy a legjobb ajánló a volt diákjainknak a beszámolója azokról az iskolákról, ahol ők most jelenleg tanulnak, hiszen az elmúlt évek 8-os tanulói nagyon sikeres felvételeket tettek, és mindenki bejutott abba a középiskolába, ahová szeretett volna. Így őket hívtuk vissza, és kértük meg arra, hogy számoljanak be a tapasztalataikról. Ez a legcélra vezetőbb, én úgy gondolom, és talán a leghihetőbb információ az iskolákról, amikről a volt diákjaink tudnak beszámolni. Bízom benne, hogy sikeresnek ítélték a mostani 7.-8-osok is ezt a témáját a napunknak, hiszen az a célunk, hogy megtalálja mindenki azt a helyet, ahová ő szeretne és képes bejutni, és ennek megfelelően tudja majd a későbbi életét építeni. A második előadáson két rendőr tiszt tart a gyerekeknek a rendőrség, mint hivatásnak a szépségeiről egy előadást. Egyrésztről szerettük volna a gyermekeknek elmondani, hogy közeleg a rendőrnap, tudják, hogy április 24-e a rendőrség napja, a Szent György napja, és ezzel kapcsolatban az előadásunk első részében a rendőrséget szerettük volna megismertetni, a különböző szolgálati ágakat a gyermekekkel, mik a feladatai a kollégáknak, milyen tevékenységet végeznek, és esetleg milyen életpálya vár rájuk. Ezen kívül bűnmegelőzési és balesetmegelőzési témakörben hoztunk kis előadásanyagot. Szenvedélybetegségek témakörében a dohányzás és az alkoholfogyasztás veszélyeire hívtuk fel a figyelmet a gyermekeknek. Emellett ügyességi feladatokkal is készülünk a felsősöknek, rendőrség segítségével egy tájékoztató előadás után. Hamarosan egy kerékpáros ügyességi verseny bonyolódik majd le osztályok között, és bízunk benne, hogy nem csak az ügyességüket, hanem a kressztudásokat is tudják majd kamatoztatni a gyermekeink, és ezáltal hozzájárulunk ahhoz, hogy biztonságosabban közlekedhessenek a közeljövőben, illetve a későbbiek során is. Kerékpáros ügyességi vetélkedőn vesznek részt, amiben az ügyesség fontosságáról beszéltünk, és hogy ezt a gyermekek mindennapjaiban érezzék, hogy mennyire fontos az, hogy gyakoroljanak és az ismereteiket bővítsék. A harmadik előadás egy Logischool nevezetű informatikai iskolának a előadói vezetik be a gyerekeket a programozásnak a szépségeibe, a programozásnak a világába. Kisebbeknek, az alsó tagozatosoknak pedig ügyességi vetélkedő, kézműves foglalkozások, valamint a ebédlőnkben egy pék apuka tanítja meg a gyerekeket kalács sütésre, kalács fonásra, hogyan készülnek ezek a pék sütemények. A mai napnak úgy gondolom, hogy a alapvető fő célkitűzésének meg fogunk felelni, és bízom benne, hogy a gyerekek is jól érzik magukat, emellett pedig megfelelő ismeretekkel gyarapodva tudják majd a későbbi életüket tervezni.